Köszöntöm nézőinket, beszélgető társam ifjú Huba Imre, aki egy nagyon szép megbízatást kapott. Mi is ez pontosan? A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vidékfejlesztésért felelős alelnökévé választotta az Agrárgazdasági Kamara küldött gyűlése. Itt voltunk mi is, amikor volt a kamarai választás, és utána meg volt a megyei és országos, és gratulálunk először is ehhez az elismeréshez. És mi lesz az ön feladata? Gyakorlatilag a vidékfejlesztésért felelős osztályokat összefogni, és azokat az osztályokat megfelelő információval segíteni, hogy a munkájukat megfelelő színvonalon tudják végezni. Az információ áramlásnak az útvonalait szeretnénk legelsősorban kiépíteni, alulról fölfelé és felülről lefelé. Gyakorlatilag a nulláról kell újraépíteni ezt az agrárgazdasági kamarát, mert az előző kamara nem látta el azt a köztestületi funkciót, amit elvárt volna tőle az agráriumban dolgozóknak a népes tábora. Most ezt a rendszert teljesen az alapjából újjáépítjük. Ennek a munkálatai folynak jelen pillanatban, és mind a helyi, mind a megyei, mind pedig az országos szinteken ezen dolgozunk. És hát korábban érdekvédelmi szerepet vállalt volna a korábbi kamara. Gondolom, hogy azért ez sokkal szélesebb körű megbízatás, amit most ön kapott. Így van, tehát az érdekvédelem az érdekegyeztetéssel kezdődik. Nyilván ezeket az érdekeket először is meg kell tudni fogalmazni, utána egyeztetni kell, és hozzá kell igazítani az aktuális jogi környezethez. Nekünk azt sem szabad elfelejteni, az Európai Unióban vagyunk tagállam, és Európai Uniós polgárok vagyunk, tehát illeszkedni kell a kamarai törvénynek és a kamarával kapcsolatos rendelkezéseknek, és a kamara belső szabályzatának is ahhoz az Európai Uniós környezethez, ami nyilván meghatározza a mindennapjainkat. És hát azt hiszem, hogy a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz kapcsolódó mindenféle tervezetnek a véleményezése és egyeztetése is gondolom önök feladata lesz. Reméljük, hogy ez a jó munkakapcsolat ez ki fog alakulni a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara között. Ezzel kapcsolatosan miniszter úrral már felvettük a kapcsolatot, és éppen a holnapi nap fogunk egyeztetni az országgyűlés épületében miniszter úrral, ahol már több fontos kérdés napirendre kerül, és ez ebből a fontos kérdésből csak nem kiragadásszerűen, de nagyon lényeges, hogy a vízzel kapcsolatos kérdéseket, a támogatási jogosultságokkal kapcsolatos kérdéseket, az egyes jogcímekhez kötődő különböző jogosultságok eldöntésének a kérdéseit, valamint magának az Agrárgazdasági Kamarának a működésével kapcsolatos kérdéseket szeretnénk miniszter úrral megmutatni. Egy picit térjünk rá a kamarára, hiszen korábban arról beszélt, hogy a miniszter úr is elmondta, hogy minimális volt az a tagság, aki az előző kamarának a tagja volt. Itt azért már a választásokon is annak a többszöröse tag ment el. Tudunk esetleg valamit mondani, hogy hogyan is állt össze ez a végleges országos elnökség? Gyakorlatilag maga az agrárkamarai tagság az 20-szorosa az előzőnek, tehát egy jóval népesebb tábor, és nem csak az agrárgazdaság, hanem az élelmiszergazdaság és a vidékfejlesztés szereplő is össze vannak benne fogva. Nyilván a vidékfejlesztés nem képzelhető el agrárium nélkül, és az agrárium sem képzelhető el vidék nélkül, hát gyakorlatilag a kettő szorosan összefonódik, és az élelmiszergazdaság, ami a vidékről és az agrárgazdaságból érkező alapanyagokat feldolgozza, aztán fogyasztási láncba, az élelmiszer ellátási láncba továbbítja, az is egy nagyon fontos szereplője, és itt a korrekt üzleti kapcsolat és a jogi szabályozásnak az összeállítás érdekében egy nagyon, nagyon élelmes és értelmes kezdeményezés volt, hogy mindezek a szereplők egy kamarának legyenek a tagjai. Tehát nagyon fontos, hogy ugyanabban a körben lesznek benne azok is, akik megtermelik a javakat, és azok is, akik felvásárolják és értékesítik. Ez egy, gondolom, hogy nagyon fontos dolog lesz, hogy össze kell hangolni, hogy csökkenjenek azok az árések, és ne a sápot, ne azok vigyék, akik most elviszik a kis termelőktől, tehát az önökhöz, olyan gazdákhoz, akik mint önök is gazdálkodnak, oda jusson a minél több pénz, és ne a felvásárlóké legyen. Így van, hát az első problémákat már is tapasztaljuk a bőrünkön. Gyakorlatilag a tavaly elfogadott Viszmajor szabályozásnak köszönhetően már az integrátorok eljutottak arra szint, hogy nem akarnak határidő szerződéseket kötni, és ezek a szerződések, amennyire én látom, a várakozástól elmaradnak gyakorlatilag mind a integrátori érveléseknek a súlya, mind pedig az a gazdaság, amire ők hivatkoznak. Szerintem az integrátoroknak be kellene látniuk, hogy egy tag, egy szavazat ebben a kamarai rendszerben, és a kamarát elfogadna az első egyeztetés lehetőségének, és hogyha már az első egyeztetésen elbukik a dolog, akkor körül kell nézni, hogy hát mégis különböző országokban ez hogyan zajlik. Az nem hivatkozási alap, hogy mondjuk két évtizeden keresztül ez miért tudott úgy menni, ahogy. Kellőképpen megtapasztaltuk a hátulütét az integrátori szerződéseknek, és segíteni szeretnénk azokat a gazdálkodókat, akiknek a tevékenysége enélkül a nagyon fontos segítség nélkül egyébként elképzelhetetlen volna. A jelenlegi szabályoknak megfelelően szeretnénk egyeztetni azokat a nagyon sokszínű érdekeket, amit mind az integrátori, mind pedig a kereskedői, mind pedig a termelői oldalon megfogalmaznak.
Én azt kívánom, hogy nagyon sok olyan törvényt tudjanak önök is a minisztériumban véleményezni, ami az önök gazdák munkáját is segíti, és hát tudják meg képviselni a őstermelőt is, ugyanúgy, mint a nagy KFT-ket, akik esetleg több ezer hektáron gazdálkodnak. Köszönöm szépen a jó kívánságokat, és azt a magunk részéről megígérhetem, mind az Agrárgazdasági Kamara ügyvezető elnöksége, mind pedig az országos elnöksége nevében, hogy mi minden tagnak az érdekét képviselni szeretnénk, és egyeztetni szeretnénk az összes többi kamarai tag érdekeihez, és beilleszteni ahhoz a jogszabályi környezetbe, amelyik nélkül nem tudjuk elképzelni az eredményes gazdálkodást. Nyilván itt felvetődik az is, hogy végre az agrárgazdaságból eredményt kell tudni termelni annak is, aki az ellátásrendszer legelején a termelésben vesz részt, de ugyanakkor életben kell tartani azokat a feldolgozókat és kereskedőket is, akik eljuttatják, nagyon fontos szereplői ők az élelmiszer ellátási láncnak, akik eljuttatják a fogyasztóhoz a terméket, hiszen a termelőnek az elsődleges dolga az, hogy termeljen. A kereskedőnek az elsődleges dolga az, hogy kereskedjen, neki az árura van szüksége, azt megbízható partnernek kell lennie, korrekt üzleti kapcsolatot kell fenntartania, és elfogadni azt, hogy bizony a termelő érdekeit is figyelembe kell venni, és ha valahol extra jövedelem képződik a rendszerben, abból vissza kell adni a termelőnek. Tehát az nem hivatkozási alap, hogy gyakorlatilag a termelő aláírt egy szerződést, aláírt egy papírt, gyakorlatilag egy diktátumot, és utána onnantól kezdve a szentírás, és a termelőt semmi nem védi, minden csak az integrátort védi. Itt amit meg kell, hogy adjon a rendszer lehetősége az adott kereteken belül, jogszabályi kereteken belül, és az Európai Unió jogszabályhoz igazítva, az mindenféleképpen az a fajta biztonság, ami egy termelőt meg kell, hogy illessen, és az a fajta biztonság, ami a kereskedőt is megilleti, onnantól kezdve, hogy a termelésbe tőkét investál. Hát akkor azt hiszem, hogy lesz dolguk, és lesznek viták és csaták, amit meg kell vívni. Nehez kitartást kívánok önnek, és azt, hogy minél hatékonyabban tudják a termelők érdekeit képviselni. Köszönjük szépen, fel vagyunk vértezve mindenféle erővel, és bízunk benne, hogy a kamarai tagság legnagyobb megelégedésére fogjuk tudni végezni a munkánkat. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen én is.